mindent elvállal. Igen, ez így van, elnézést a késésért. Rudolf nem akart beállni a mélyvarázsba. Úgyhogy nagy nehezen valahol itt a háztetők között most. Igen, tehát csak... A macskámról beszélünk, mert ő is Rudolf. Nem, Rudolf a vezérszarvas. Jó. Ilyet. Ajándékot esetleg? Ajándékot majd a végén, amikor eltávoztam. A jó vendégek, a rossz vendégek nem kapnak, csak a jó vendégek. És mi alapján döntünk? Hát azt a nagyon szép, bár most nem Krampusz jelentve öltözött, inkább nagyon csinos lányok fogják eldönteni, hogy ki az, aki ajándékot érdemel, és ki az, aki nem. Én konkrétan Balázsra szeretném megkérdezni, hogy Balázs. Adom a mikrofon. Jó fiú voltál-e, Balázs? Jó, jó. Jó fiú voltál, Balázs? Mit szeretnél kérni a Mikulástól? Egy nagy afrikai szókát. Jó, ezt megbeszéljük, Balázs. László, jó fiú voltál? Biztos? Birgások meg. Odafigyelsz az egészségedre? Bediktálsz minden jelet, amit kell? Hát otthon akkor igen. Jó, rendben. Akkor te is kapsz ajándékot. Otto, vigyázol a fiúkra? Támogatod őket a jövőben is? Én büdzsét szeretnék kérni. Sok marketing büdzsét szeretnék kérni a Mikulásnak, hogy legyen meg támogatni őket. Segíteni. Helyes. Támogatj és őket, különben birkácsot kapsz. No, hát akkor a Mikulás nagyon-nagyon nagy kupaccal kívánok ereket alá, mert ugye ezt sem színházban, sem sportban nem mondjuk, hogy sok sikert, mert a szerencsétlenséget.